kapufát találja, ráadásul jól is pattan Develic fölött. Károly Lukácsot nem sikerült elindítani, de kapja a másik oldalon a Sacöl. Ő bejövi az első helyzetét. Megvan az első gólja Sacöl Zatinnak Győri mezben a Bajnokok Ligájában. Hátra. Nem tudta megjátszani bal kézzel. Hanzert jobban Sacöl viszont ugye. Kettőből kettő Sacöl. Még oda tudott piszkálni Nora Mörk, ez viszont tökéletes passz volt. Despotovic, Sacöl, és ott az újabb talán, 15-16. Dál. Guldén bele sikerül nyúlni a labdába, azzal Sacöl pedig végig mehet. Nem kell azt lepasszolni, hanem be kell lőni. 27-22. Sacöl íveli vissza. Oftedal nagyon jó ritmusú volt, hogy megfordította a támadásnak az irányát. Sacöl. Szintén még azért izgultunk, hogy kiegyenlítenek. Most pedig már egy kényelmes 4 gólos előnye. Sacölt mutatjuk be. Ré. Meg is kapja a labdát. Sacöl ott is lő belőle. Neki is tetszett. Lukács, megint Sacöl. Most ezen az oldalon a befutást követően. Stakkozi belünk van ezen a meccsen. Oftedal, le a szélre, Sacöl. És Sacöl is velünk van. Dobja az egész világon, úgyhogy el mindenképpen figyelni kell, meg sikerült figyelni középen is. Sacöl szerezheti meg a második gólt, meg is teszi. Itt a labdaszerzés még egyszer, és utána meg Sacöl simán lőtt a kapu jobb oldalba. 2-0 a két gyors gól. Meg lehetne húzni a Hansennek és Sacölnek, így is történik. És gólt lő Sacöl Nadin. Huszhér, gyönyörű labdaszerzés volt, Hansen mutatta be. Oftedal, itt az újabb Sacöl helyzet, Rey oda nyúl, Sacöl. 5 percet kell várni az első gólra, de ez a gól a miénk, és ez így jól is van. Huszhér, most összezárnak előtte, gyönyörű sánc, Annemette Hansen. És Solberg indít, tökéletesen, Sacöl, gól. Öt percig nem volt gól, de azóta 5 is esett. Egy perc alatt gyakorlatilag. Eredményes lenni a dán csapat. Hansen kifelé megy. Sacöl, újabb lehetőség. Szép. 4-2. Sacöl Nadin harmadik gólja. Az elsőt is bedobta volna, ami egy jó helyzet volt, akkor nagyon komoly 4-4 lenne így. Oftedal, Hansen, ez is jó. Sacöl, de milyen jó a rövidbe. Széles repertoárt mutat egyelőre Nadin a szélső lövésekből. Ott egy hosszú felső, az ugye mellé ment, de minden esetre az ott az első, aztán egy húzott, és most a rövidre. Szép nyugodtan egy lövést lehet még bemutatni. Mondjuk Sacölnek, ott is van! 11-10-ről 16-11, 5-1-re nyeri meg a félidő utolsó perceit a győri Audi Eto KC, Sacöl Nadin pedig 5 góllal zárja az első félidőt. Az eddigi utolsó góljukat 25. percben szerezték, tehát nagyjából
7,5 percig képtelenek voltak gólt lőni. Sacu folytatja, ahol abba hagyta az első fél időben. Riu lövi ki a szélre, ez már sokkal jobb helyzet az iméntinél, ott a gól! De ez bejött nagyon az Odense ellen, hogy Nalin az első lövést kihagyja, utána mindent bedob. Az első kihagyott megtörtént, úgyhogy most már lehet bedobni mindent. A sérülése után bármi gond lenne, és egyébként parádésan védekezik egyelőre. Sacl, ott a hely! Az időkérés ez hatásos volt. Ki is kéri az ellenfél edzője is, hátha neki. Ugyanazokat a skalpokat megszerezte, mint a Győr együttese. Sacl, gól! Most lefelé! Nem volt sok helye. Tották, passzív! Nem talál most részt a Győrennél a támadásnál. De a labda bent van! De kellett Sacl! Ez a jó öreg taktika, amikor nincsen semmi helyzet, akkor adjuk oda a klasszis szélsőnek. Hétben igazolt Párizsból Győrbe. Még kettőt szerez, akkor az a 750-edik, mármint a második 750-edik gólja lenne. Sacl Nalin pedig 3-ból 3, így egymás után. Ugyanazt teszi, mint az első fél időben. Jensen, Kopang. Rino védett, kérdés, hogy van-e induló ember, Oftedal kérje, hogy majd ő döntsön, hogy kit hoz játékba. Sacl, gól. Nagyjából sejtette Börjesz, hogy mire készült, zárta is gyorsan a lábát, csak nem elég gyorsan, és nem elég jól. Ott három már is. És azért az, hogy minden egyes szerzett labdából könnyű gólt tud szerezni az Eto, legyen az valóban labdaszerzés, vagy éppen védett lövés. Szépen mindenki hozzáteszi a magáét, és elkezdett melegíteni ezt a Lenzeminko. Jó labda Háfrától, Sacl, szép gól. 10,5 perc, 9 lőtt gól. Most nagyon magabiztosan használja a kis Sacl Nalin a lehetőségeit.